Április 11-e a Költészet Világnapja, amelyet a Nyíregyházi Labor Café már negyedik éve különleges programmal ünnepel. A közösségi adomány kávézó célja mindig az volt, hogy az online világ kapcsolatai helyett a minőségi offline kapcsolatokat erősítse. Ezt a célt szolgálja a 24 óra beállás programjuk is, azonban a kialakult járványügyi helyzet miatt kénytelenek voltak ezt új formába ölteni. Úgy gondoljuk, hogy soha eddig még ilyen nagy szükség nem volt arra, hogy összekapcsolódjunk, mint jelenlegi helyzetben, hogy azok, akik otthoni karanténba kényszerültek, és nem láthatják szeretteiket, azok is egy kicsit összekapcsolódhassanak. Úgy gondoltuk, hogy a magyar líránál szebb eszköz arra, hogy kifejezzük azt, hogy mi egység vagyunk, nem is kell, úgyhogy az április 11-i programunkon szeretettel várjuk azokat, akik szeretnének verset megosztani a közösséggel. Közösségi média platformunkon, Messengerben várjuk a videófelvételeket, illetve a tabulaplaza@gmail.com címre is elküldheti a videófelvételét az, aki szeretne ezen a programon részt venni. A cél, hogy régen elfeledett vagy soha nem hallott versekkel építsenek hidat egymás közt a közösség tagjai, ahogy az elmúlt években idén is sikerült kortárs írókat megszólítani és bevonni a kezdeményezésbe. A Laborkafé programja a közösségi oldalukon április 11-én szombaton 0 óra 1 perctől éjfélig tart.